Rajsz Andrásról a Luther kiadó gondozásában nemrégiben egy könyv jelent meg, Teológus tanár tanú címmel, amelyben ő tudatosan szembenézett a múlt nehéz kérdéseivel és kihívásaival is. Életének állomásain keresztül őszintén vallott a 20. századi lelkészi szolgálat szépségeiről és nehézségeiről, nem titkolva az állambiztonsági szervekkel való kapcsolatát sem. Filmünkben hitéről, szolgálatáról, teológiai látásáról vallott, arról, hogyan élt végig az Isten kezében. Ma, ha visszanézek, és főként a mások visszaidézik az én életemet, talán azt gondolják, hogy ilyen zsinóron húztak. Mondjuk csomók is voltak ezen a zsinóron talán, szóval azért ez nem volt olyan egyszerű, de nem úgy volt, hogy én kitűztem egy pályát, és azon végigfutottam, hanem ez így alakult. Isten segítsége, ilyen értelemben mondhatjuk, hogy ez velem volt. De sok-sok tévúttól megőrzött az Úristen. Dédapám és ükapám lelkészek voltak, de erről nem is hallottam addig, amíg én nem jelentkeztem azzal, hogy lelkész szeretnék lenni. Ugye édesanyám korán meghalt, és katolikus volt a nevelőanyánk, és ebből a házasságból is született egy testvérem. A nevelőanyám nem akart minket katolikussá tenni, de azon volt, hogy az evangélikus egyház éljünk, és ott azért a tanítást megkapjuk. Tehát ezért jártunk mi gyerekek gyermekbibliakörre, konfirmációra, mert ő ezt akarta. Egy lelkész mondta azt, hogy hát a konfirmációra kapott Bibliát azt olvasni is kellene, és hát egyszer csak elkezdtem egy január 1-én, és naponta egy fejezetet elolvastam, miután az iskolából hazajöttem, és megebédeltem, és mielőtt tanulásba fogtam volna, egy fejezetet elolvastam. És jártam azért közben az ifjúsági órákra. Megfordult a fejemben az a gondolat, hogy lelkésznek kellene lennem. Hogy ez pontosan mi indította el, nem tudom, addig édesapám és nagyapám is gépészmérnökök voltak, én is annak készültem, és szerettem a matematikát, fizikát, a reál tárgyakat. Visszatekintve megpróbálom megfogalmazni, hát most mondjuk mosolyogtató talán, de tulajdonképpen ez volt, és ezt nagyon komolyan vettem, hogy hát szívesen lennék mérnök, tudnám csinálni, úgy gondolom, hát amennyire ezt egy kis gimnazista meg tudja ítélni, de lelkésznek kell lenni, mert ezzel többet tudok segíteni embereknek, másoknak. Hosszú tusakodás után végül előálltam azzal, amikor harmadikos gimnazista voltam, hogy most már a felvételére is gondolni kellene, és hát a szülőket is azért kéne tájékoztatni. Édesapám le akart beszélni engem erről, és hetekig tulajdonképpen hazajött a munkából, akkor rögtön jött, és erről tárgyalt velem, hogy hozta az ő érveit. Nem is ilyen mondjuk szocialista, ateista propaganda volt az, amit ő megszólaltatott, hanem azt mondanám inkább a racionalizmus, a felvilágosodás, hogy hát mondjuk mérnöknek lenni, vagy fizika, ez valami kézzel fogható, és nem ilyen érzelmek, vagy elképzelések, mint a teológia. Édesapám soha nem erősített meg ebben, ő beletörődött, de mikor végül a teológiára fölvettek, és elkezdődött az, akkor a nevelőanyámmal egy ilyen szép füzetet nyitottak, aminek az első két oldalára írtak egy ilyen útravalót, de ezt annyira megbecsültem, hogy soha nem írtam ebbe a füzetbe mást, ezek vannak benne. De édesapám a sok vita után
azt írta ebbe bele, hogy én tudom, hogy szeretsz engem, és azt kívánom, hogy amit szíved szerint tenni akarsz, azt tedd az életedben. 56 szeptemberében kezdtem el a teológiai tanulmányokat, és nem csak 56 miatt, hanem ami 56-tól azután következő 60 évben volt. Sokszor belegondolok abba, hogy vajon, ha tudom, hogy milyen évek következnek, milyen külső megpróbáltatások, milyen belső megpróbáltatások, vajon belemertem volna kezdeni ebbe? Hát nem tudom, nem vagyok ebben biztos. Ezt az Úristen nem mutatja meg nekünk, hogy mi következik, hát én is így voltam, de nem bántam meg. Rajsz Andrást 1961-ben szentelték lelkészé, és nagy örömmel indult a szolgálatba. Sopron, Ózd, Rudabánya és Csögle szolgálati helyein sokszor embert próbálóak voltak a körülmények. Már a Budavárban szolgált, amikor kínálkozott a lehetőség egy külföldi ösztöndíjra. 9 hónapig családjától távol Svájcban kutatott, de ennek megvolt az ára. Arra kérték, hogy időről időre jelentéseket írjon. Így szervezték be. Az ösztöndíj után Kelenföldre kaptam beosztást, és akkor egy szép napon hívott a püspök, hogy szeretné, ha én lennék a külügyi titkár. Hát ugye ösztöndíjas voltam, tehát németül tudtam, német nyelvvizsgám volt, angol nyelvvizsgára készültem, tehát ez neki fontos volt, hogy ilyen ember legyen ebben az állásban. Mondtak, hogy inkább óvott tőle. Végül úgy gondoltam, hogy ezt el kell vállalnom. Mondjuk a kiindulás persze az volt, hogy tehát én nem voltam rajongója a Káldi Zoltánnak, én inkább tartottam tőle, talán ha azt mondom, hogy féltem tőle, ez talán túl erős, de hát azért azokat a lelkészeket, akiket én sokra tartottam, és akiktől sokat kaptam, tehát Kende Györgyöt és Botta Istvánt, hát hogy nekik el kellett menniük, az a közvélekedés az ő nevével is összekapcsolta, hogy ebben benne van az, hogy nem biztos, hogy ő az ő keze, vagy csak az ő keze volt mindezekben a dolgokban. Tehát itt az 56 utáni konszolidáció, ahogyan nevezték, ez azért nem Káldi Zoltánon múlott, hanem a belügyminisztériumon, állami egyházügyi hivatalon. Egy bizonyos értelemben nyilván az embereknek nehéz külön választani engem és Káldi Zoltánt, mert hát én segítője voltam, munkatársa voltam, de én a német és angol ökumenikus levelezését intéztem tulajdonképpen, és a külföldről érkezett vendégeket segítettem itt, tehát a programját készítettem elő, ha kellett. Kísértem őket, tolmácsoltam őket, előkészítettem a programokat. Sose tudta az ember persze, hogy még van-e valami Big Brother a közelben. Tehát ez a gondolat ott volt, tapasztalatom erről nem volt. Nem én döntöttem el, hogy magánútra kimehet a lelkészek közül külföldre. Tehát ennyiben nekem ebben nem volt beleszólásom. Nem volt beleszólásom a hazai személyi ügyekbe. Tehát ha valaki valami olyasmit mondott, amit kifogásoltak egy temetési prédikációjában, vagy templomi prédikációjában, akkor ezek az ügyek, ezek nem én hozzám kerültek. Tehát ezzel nekem nem kellett foglalkoznom. Tehát ennyiben a kényes ügyek, vagy rázós ügyek nem előttem voltak. Mondjuk a külföldiekkel való beszélgetésekben azért éppen elég dolog így azért előkerülhetett, mert mindenről kérdeztek.
amikor jöttek ezek a leleplezések, hogy ez is, az is, amaz is, akkor én azért éreztem magamat rosszul, mert úgy éreztem, hogy amit mondanak, hogy ki mit követett el, az rám nem vonatkozik. Tehát én nem nyugodt lelkismerettel gondolom ma is, hogy én nem ártottam senkinek. Hát nem mondtam valamit valakiről, hogy aminek következtében nem kapott ösztöndíjat, vagy egy állásba nem kerülhetett be. Ilyeneket nem mondtam soha, hanem inkább nagyon óvatosan mondtam, hogyha valakit kérdez, hogy ez mit csinált. Hát nem, szóval jelentékteleníteni akartam a dolgot, még akkor is, ha én magam talán nem értettem azzal egyet. De amikor aztán a nevemet is leírták már, és mikor meghalt a első feleségem, és hallottam azt, hogy valakinek a gyerekei kifogásolták, hogy az ő apjukat ilyen összefüggésben említik, én azt mondtam, én nem akarom a gyerekeimet ilyen helyzetbe hozni, és akkor leírtam azt, amit akkor én le tudtam erről írni, és odaadtam a gyerekeimnek, és még az egyházban is néhány embernek odaadtam. Egy megkönnyebbülést okozott. Most nem abban, hogy ez semmi, hanem annyiban, hogy úgy éreztem, hogy én erről tudok beszélni. Tehát ugye az 51. Zsoltárban van a Dávid Zsoltára, hogy amíg elhallgattam a bűnömet, megavultak csontjaim, és betege voltam annak, amit én elhallgatok, de bevallottam bűnömet, megvallottam. Hogy persze lehet azt mondani, hogy hát ebben mi a bűn, nem ártottam senkinek. Én ezt írtam, hogy azzal, hogy ez egy ilyen titkos dolog van, ami azért nem emberek javát szolgálta elsődlegesen, és nagyon jó eszköz volt arra, hogy embereknek az útját elvágja. Ezzel tulajdonképpen ez egy bizalmatlanságot keltő dolog, és ha én ebbe belementem, ezt támogattam, ennek részese voltam, még ha úgy érzem most, hogy nem is ártottam senkinek, ezt a bizalmatlanságot mondjuk nem próbáltam megakadályozni. Ennyiben részes vagyok ebben, és ezt bánom, és sajnálom, és nem kellene így. És ezért gondoltam, jó, talán másoknak is segít, hogyha én erről beszélek. Kész vagyok beszélni. Akkor talán más is tud beszélni. Vagy más, ha rosszul gondolkodott erről, akkor elgondolkozik azon, és másképpen kezd gondolkodni erről. A társadalom meggyógyulásához, és benne az egyháznak a meggyógyulásához talán szükség van erre, hogy erről tudjunk beszélni, nem azért, hogy elkenjük a dolgokat, nem azért, hogy tisztára mossunk embereket, hanem csak, hogy is van ez. Mert feltehető, hogy hát talán nem ugyanúgy, de a történelem olykor ismétlődik, vagy vannak hasonló helyzetek, és a jövőre nézve is ebből erre nézve valamit lehet tanulni. Luther is erről hatalmasan mondott, én nem szeretnék olyan egyházban lenni, ahol csupa igaz ember van. Mert az a pokol, ahol mindenkinek igaza van, és mindenki igaz, és szent, és hibátlan. Az egyház a szentek gyülekezete, de azért, mert bocsánatból élnek. És hát ez az, ami
hihetetlenül fontos, hogy ne gondoljuk magunkról azt, hogy mi azért, mert azt mondjuk, hogy hívő vagyok, keresztény vagyok, én akkor már több vagyok, jogom van valakire, másfölé emelkedem, igazam van, mert Isten igéjének velem szemben is igaza van. És aki a szíveket és a veséket vizsgálja, belém lát, és látja az én indulataimat is, és lehet, hogy azok nem különböznek nagyon a másokétól. És nekem ezekkel az indulatokkal kell harcolnom, és nem azokkal, amik másokban vannak. És az egyházban, hát próbáljuk magunkhoz ölelni, ez a feladatunk, a bűnösöket. Nem azért, hogy bűnösök legyenek és maradjanak, és nem kell bűnöket kitalálnunk, hogy bűnbocsánatra szoruljunk, mert van anélkül is elég bűnünk. De hát az egyház az a hely, ahol azt várjuk, azt reméljük, azt ígérjük Isten igéje alapján, a Biblia igéje alapján, Krisztus szava alapján, hogy ott megszabadulhatunk, letehetjük. Isten fog végül minket elolvasni, vagy kinyitja a nagy könyveket, és benne van minden. Tehát a kereszténység igazsága, az nem a keresztjének igazsága, hanem Isten igazsága, akinek az akarata és a törvénye az, és a szeretete mindennel szemben megáll. A Luteránus Világszövetség 1984-es budapesti nagygyűlésének előkészítése után Rajsz András az angyalföldi gyülekezetbe került lelkészi szolgálatba, majd teológiai tanár lett. Angyalföldi lelkész voltam, amikor Fabinyi Tibor, az akkori dékán hívott, hogy jöjjek ide tanárnak. Ez nagyon váratlanul ért, mert akkor már letettem arról, hogy vagy szóval számításba se jöhetett, hogy tanár legyek, mert új szövetségből doktoráltam, és az új szövetségi tanszékbe volt töltve Csárháti Sándorral. De Fabinyi Tibor a rendszeres tanszékre hívott, tehát hogy dogmatikát és etikát tanítsak. Így aztán egy évig óraadó voltam a lelkészi szolgálat mellett, ami hát nem volt könnyű dolog, mert vagy temetéstől jöttem órát tartani, vagy óráról mentem temetést tartani, és ez olyan nagy változás a hangulatban, a feladatban, hogy ez egyrészt nagyon nehéz volt, másrészt az időpontok egyeztetése is. De azt mondták, hogy jöjjek, úgyhogy 89-ben, amikor ez az épület elkészült, akkor lettem én főállású teológiai tanár. Amikor erre készültem Erlangenben, mondtam az akkori ottani tanároknak, hogy milyen feladatom van, mondtam ezt a mélyvizet, vagy medencét, mondta, igen, medence, de van benne víz legalább. Tehát nagy feladat volt a felkészülés óráról órára. Sokszor olyan hallgatóknak, akik már negyedévesek voltak, és sok mindent olvastak, amit én gyülekezeti lelkészként nem tudtam elolvasni, tehát hiányom volt. A másik, hogy ez volt a rendszerváltásnak az ideje, ami itt azt jelentette, hogy a felsőoktatási törvény a teológiai akadémiákat, főiskolákat is egyetemi rangú intézményeknek tekintette. Az állam által elismert diplomaként kezelték az itt adott oklevelet. A törvényhez alkalmazkodnunk kellett, és a működésünket hozzáigazítani a törvényhez. Tehát egy ennek megfelelő SMS-t és alapító oklevelet készíteni. Ez hamarosan az én feladatom lett, mert 2 év múlva dékánnak is megválasztottak. Úgy tanítottam, ahogyan Augustinus is mondta, Ágoston mondta magáról, és Luther, hogy tanítva
tanultam, vagy tanulva tanítottam. Nagy, nagy élmény volt, és hát máig is ez egy nagy élmény számomra teológiával foglalkozni. Szívesen csinálnám még mindig, vagy csinálom most is. Arra nem futotta ebből az időből, hogy valami nagy összefoglaló munkát letegyek. Hát a hitvallási iratoknak az 5 kötetét megjelentettem, meg a római katolikus evangélikus dialógusok fordítását. Tehát mondjuk azért valami jelét adtam annak, hogy nem malmoztam, hanem dolgoztam. De hát egy olyan könyvet, mint az idős Prüle Károlynak a dogmatikája, a hitvilága, ilyet nem tudtam letenni az asztalra. De ki tudja, ha még sokáig élek, akkor talán jó egészségben, akkor talán még erre is lehetősége van. Gondolunk bele abba, hogy ez a Jézus követés nem úgy van, hogy valaki elkezd építeni egy házat, és a következő nemzedék arra épül, hanem a Krisztus követés útján minden ember nulláról indul, és minden embernek végig kell járnia ugyanazt azt az utat, azt a küzdelmet, hogy Krisztus, ha akar, akkor Krisztus tanítványaként sikerüljön élnie is. És ennek a küzdelemnek, amíg élünk, nincsen vége. Sokszor éreztem azt, hogy olyan helyzetekbe keveredek, vagy olyan dolgot mondok, vagy olyan dolgot teszek, ami nem fér össze tulajdonképpen ezzel az elhívással és az én hitemmel. Tehát nem szabadul meg az ember ettől a küzdelemtől, hanem éppen az Istennek az igéje beleállít ebbe a küzdelembe. Isten az, aki minket megszólít, és akivel arra késztet bennünket, hogy szembesüljünk ő vele. Ez hajtott engem, vagy ezt ismertem meg, és teológusként hát erről próbáltam összefüggően, értelmesen beszélni, gondolkodni másoknak is. Újra és újra föltettem ezt a kérdést, hogy helyesen mondjuk-e, valóban így kell-e mondani. Tehát ez a vívódás nem csak az élet folytatásban, hanem a gondolkodásban is kísért engem. A lelkészi szolgálat és embereknek lelkileg segíteni, ez egy nagyon nehezen számszerűsíthető dolog. Nehéz időpontokhoz kötni, mert hiszen valamit mond a lelkész ma, és lehet, hogy 5 év múlva jut valakinek eszébe, vagy 20 év múlva jut eszébe, és így tovább. Tehát ez a nehézség is természetesen, hogy az ember nem mindig láthatja az eredményt. Mi az, amit az ember lelkészként adni tud, akkor talán éppen ez lenne az, nem csak az egyházi munkára nézve, hanem az emberi életre és a világ életére nézve is, amit adni tudunk, az a reménység. A Jézustól tanult imádságban az van benne, hogy jöjjön el a te országod. Tehát mi ezért könyörgünk, hogy ez jöjjön el, és ezzel a reménységgel élünk, hogy ez egyszer eljön. És szükséges, hogy legyen ilyen reménységünk, és én ebben foglalnám össze a lelkészi munkának az eredményét, vagy azt, amit mi adni tudunk,
embereknek, hogy ezzel a reménységgel élni, és persze ezzel a reménységgel meghalni is.